Néhány vállalkozás megkereste az önkormányzatot, és egy komolyabb összeggel, nevezetesen 2 millió forinttal kívánná támogatni ezt a kezdeményezést. Az önkormányzat minden esztendőben szervezője bátazéken az adománygyűjtési akcióknak. Az idei jelentősebb támogatás hátására külön számlát kellett nyitni az adományok fogadására. A jótékonysági akciót a gondozási központ szervezi. Okay, jelen pillanatban az élelmiszerosztásban 170 család van a mi látókörünkben, akiknél úgy gondoljuk, hogy rászorulnak erre a segítségre, illetve a gyermekjólőti szolgáltatásnál pedig 150 gyermek az, akinek karácsonykor ajándékot fogunk osztani. Az adományokat még a héten várja a gondozási központ. Ha valakinek van még a látókörébe olyan, akinek adományra van szüksége, várják a központnál a jelentkezést. A most érkezett jelentős hozzájárulást nem egyszerre költik majd el. A tervek szerint az eddigiekkel ellentétben húsvétre is tud majd szervezni akciót a város.